Rövidke kis szünet után vissza is tértünk akkor a második pályával, méghozzá Vertigóval. FlyQuestnek sikerült az első pályát behúzni, azt kell mondjam, hogy egész sima játékkal, bár az elején, az első fejlő végén legalábbis azt hittem, hogy ebben még kerekedhet egy szoros kis pálya, de a végén azért sikerült lezárni a FlyQuestnek, azt gondolom, hogy egész dominánsan. Ez pedig az NIP választása lesz majd. Vertigo, így tehát ők kezdenek támadó oldalon, ráadásul ami egyébként az új spawnoknak köszönhetően véleményem szerint eléggé támadó heavy lett. Ez a midtek viszont jó Elisteréktől, de nem elég, hogyha jól jönnek vissza a trade-ek Blue Phoenix-éktől. 3-3 alakul ki, és eléggé jó pozíciókat sikerült megszerezni mindeközben. A nipnek viszont jó az agresszió, illetve a válasz a FlyQuest-től. 1v2-ben maradt Kacperski. Hát és talán Liaz hallotta is már, egy picit ellépte, lehet, hogy még éppen eléggé messze volt. De hát nagyon jó szegéket tartanak, Vexite-ék. Ugye a bomba esett minden, illetve hát így a lift köz előtt. Ajaj, viszont arra nem figyeli az. Hoppá, így mondjuk egy 1v1-be azért nem lehet esélytelen. Bombát fölveszi. El lehet vele futni szépen. Még a plant is amúgy simán beleférne, mert mire átér. Inkább válasz. Jaj, nem. És Vexite-nak összejött. Az elképzelés nem volt rossz. Nem volt rossz, de hát kérdés igen, hogy mondjuk ha legalább egy plant megett volna és úgy bukják a kört, akkor még mindig bejebb vannak. Bőven lett volna erre ideje, mert ugye eléggé messze volt tőle a CT játékos Vexite, és simán, és szerintem belefért volna a plant is, de hát úgy érezte, hogy hát akkor nem kellett volna ellépnie, mert szerintem hallható volt, hogy nem ugrik le és volt vissza, a lényeg egyébként, hogy azt fékeli el, hogy leugrott, és akkor visszanéz közben, csak nem volt jól timingolva. Mindeközben így, hogy nem került le a bomba, echozik az NIP, buladalom pedig MP9-ek, illetve hát egy darab famasz, érdekes vásárlás egyébként, ennyire sok SMG-t azért ritkán látunk. De ezzel lehet nyugodtan farmolni, ha csak itt Elister bele nem fut. Ajaj. A kisebb stackbe, de nagyon jó a vakító Dextertől. És így Elister farmolja magának a VP-re a pénzt. Blue Phoenix válaszol ugyan egyel, de csak egyetlen egy SMG hullott el, ami nem fogja zavarni a következő körben Elisteréket. Ugyanis gyanítom, hogy lehet, hogy szeretne egy AWP-t menni, vagy ha nem is egy AWP-t, akkor legalább egy M4-et mindenképpen vásárolni fog magának, de az AWP villan ott az ausztrál AWP-s kezében, ami érthető is, és ennek köszönhetően 3 darab SMG mellé egy famasz és utility-k társulnak, viszont túloldalon is érkezik a vásárlás. AWP nincs, Rinkal kezébe alkák vannak, utility is, egész szép számmal egyébként, bár azért füstökkel nem bővülködnek itt a NIP játékosai, illetve túl sok területtel sem most. Még Dexternek az előző flash-én ámuldozom, tehát még az első 3 kill követően még a negyedik játékos is vak volt, amikor meghalt, tehát egy mármint legalábbis a hát szerint, úgyhogy nagyon-nagyon betalált, az iszonyatosan jó. Nekem ez most nagyon, nagyon tetszett, viszont ez nem biztos, hogy tetszeni fog Dexternek, mert Rinktől az, aki lekapcsolja ő, sőt, megy tovább, Vexite is elbukik, úgyhogy dupla emberezint alakít ki gyorsan az NIP, úgyhogy az első fegyveres körükben, hát nagyon úgy néz ki, hogy egyesével szépen elhullanak Liazék, és hát Insz, illetve Elister marad, Elister pedig valószínűleg a VP-ben nem nagyon fog már, hát még Insz válaszol, esetleg, hogyha beakadna még egy kill, hát a bombával érkeznek közben majd B-site-ra, ami csak most jön fel lépcsőn, hát 3v1-et kéne itt, igen. Na, így akkor azért... 5v2-ből pillanatok alatt 2v2 alakul ki, és ez a flash az még jó lehet. Oh, nagyon igen. Is jó Rinkerre, Insz pedig likvidálni tudja őt is, és megvan végül. Insznek a következő is, ott az öröm, hiszen tudja nagyon jól a FlyQuest, hogy milyen nagyon fontos kört nyertek meg, ráadásul 5v2-ből tették mint ezt, óriási Insz egyéni megmozdulás. Aszta, hát az flash volt a javából. De tegyük hozzá, hogy igen, kellett a csapattársnak is utána itt, viszont ne mondjuk le az ő érdemeit sem, vagy ne kisebbítsük. Elistertől egy... Bang! Flashing! És látj. És rá is tizett egyébként a monitorra, amint dobta a flash top pins. Bocsánat, Elister. A két bajszos úriember. Itt a körhőse tulajdonképpen. Az erejük lehet, hogy a bajszukban van. És hát 3-0. Na. Fog menni utána. Na, meglátjuk akkor. Én nem. Szerintem úgy béna lennék. Na de, hát Insz nem béna, sőt, jaj, Alex viszont jött már Electric mögül. Megkerülte a CT-ket.
de 3v3 marad, bomba lekerül B-szájton, most először amúgy ezen a pályán, a harmadik kör, ez a negyedik körben, 3 kör után végre van plant. Hát elnézve igazából pénzek amúgy az észnél van, ha most lenne esetleg még egy kill beakadna, akkor talán megpróbálják, de szerintem hát a füst az kimegy. Ezt mondjuk fegyverek tekintetében nem állnak annyira jól Kacperskijék, de jaj, de már jön hátból, és végigszedik a bombát, végigszedik a bombát! És még el is hullanak a terroristák. Az... ez komoly. Azért az NIP pályaválasztásán... eddig jól megy, vagy itt is jól megy a Fight Questnek. De tegyük hozzá, hogy azért a Vertigo, én sem is amúgy így indult, hogy azért szépen gyűjtegették a köröket, és végül is olyan 7-1-nél ugye, ha jól emlékszem, akkor talált valami magára, de hát ugye azért az a FlyQuest-nek a mappája. Mappája? Már beszélek, itt mappja volt. Úgyhogy azért itt az NIP-nek is most már valamit ki kéne találnia, mert lassan már a döntetlenért fog játszani a FlyQuest, és megvan az ember előnye is. Na, Liaz még vissza is tud talán menekül, visszamenekült probléma nélkül fehér mellől. És nagyon jó, a vakító Insz pedig nem hibázik az ilyen szituációkban, eszméletlen jól kezdi ezt a pályát is. Insz egy óriási húzó ember ennek a csapatnak egyébként alapvetően is. Mindeközben pedig Dexteréktől ugyanúgy marad az agresszív felállás, és nagyon szépen fédeli Kacperskire a füstöt Dexter. Ennek eredményeképpen pedig már is egy 5v2. Nagyon domináns egyelőre a FlyQuest kezdése, pedig az első fegyveres kör során én azt gondoltam, hogy ott akár még egy jó kis NIP pályának is lehetünk majd szemtanúi, bár még mindig lehetünk, de egyelőre a kezdés az nem túl bíztató az NIP szurkolók és játékosok számára. Alex és Maxter marad életben, jelenleg line-upból talán a két, hát mondhatjuk azt, hogy legrégebbi tag, bár Maxter is viszonylag új, Alex ugye már az előtti line-upban is részt vett még konfigékkal együtt. Ez szép lesz. Így van, ez egy mentés, természetesen ugyanis a következő körre nem lesz elegendő pénze semmilyen körülmények között sem az NIP-nak. És így viszont, ami még jobb hír a Vexite-nak és csapatának igazából, hogy ezzel a körrel tudják stabilizálni a bankot. Ugyanis látjuk, hogy Alisternek a fullos, majdnem fullos set mellett és AVP mellett igazából 4000 dollár már most van, és hogyha most megkapják a kör bónusz, akkor már 7700 dollár környékén van. És ráadásul most már csak utility-ket kell újra vásárolni, ami maximális szempontból is csak egy 1200 dollár, ezzel pedig igazából lehet stabilizálni a bankot, de még a következő kör érkezése előtt egy NIP időkérés értető, most Exisnek ki kell valamit találni, amivel segíti csapatát. Igen, azért még ahogy elnézem, nem estek talán annyira két sokan, tehát bíznak még abban, hogy lehet még azért ugye 5-0 után, nyilván, hogyha most hétkör zsinórban hoznak, akkor meg tudják fordítani, és hát utána azért ők is még CT oldalon játszanak. De azért tegyük azt hozzá, hogy ha itt megint mondjuk egy 7-8 körrel indít a FlyQuest, és mondjuk adott esetben még a pisztolykört is megnyerik, akkor azért az nagy nyomás lesz a kis ninjákon, úgyhogy valóban időszerű volt most az időkérés. És hát pénzzel ugye valóban jól állnak most Alisterék. És ugye 5-0-nál egy olyan kör következik, ahol megint nullára vásárolják magukat Alexék, ugye kijöttek fegyverek, mellé vásároltak a többiek is ákakat, illetve egy Galilt. Viszont ez egy nagyon fontos kör lesz, most kell, hogy megkezdjék az árkozást, különben nagyon meg fognak lépni a FlyQuest-esek. Dexter pedig elmegy. Ajaj, hát igen, elment Kacperski mellett, és így végre megvan a nyitó kill most a téknek, hosszú-hosszú idő után, szerintem eddig ez a ritka alkalmak egyike, amikor ők kezdik meg a köröket. Deathly az gyorsan válaszol rá. Igen, ugye megnézzük a pozíciókat T oldalon. Jó, mondjuk Árámpán végül is tudnak egymásra trédelni. De ugye nagyon a többi pozíciót így letartják, ha esetleg ott belefutnak egy-egy-egybe, ami mostanában ugye nem igazán jön nekik össze, akkor ott elhullnak, és így szépen egyesével tudják az NIP-t semlegesíteni. És eddig nem láttunk azért, de javíts ki, ha tévednék ilyen valami agresszív támadást, és talán azért én sem. Az első kör, az viszonylag agresszív volt, de azon kívül tényleg nem látunk ütemes. Bár ez magának egyébként a
a pályának a karakterisztikájáról is elmondható, ugyanis nem sok csapattól látunk gyors köröket, de ettől függetlenül azért nem kéne ennyire dominánsnak lennie FlyQuest-nek, és ugye amit még fontos és kiemeltem már egyébként a map elején, hogy ez inkább egy T-heavy pálya az új pontnak köszönhetően. Egyelőre viszont mindezt nem tudja kamatoztatni annyira az NIP. Mindeközben viszont elfoglalták B-rakót, ahova ritték rá föl a FlyQuest, és jók a sebzések egyébként a füstökön keresztül itt az NIP oldalán. Végül Dupree-ről Alex érkezik egy killrel, inszulik el. Backside is követi őt, mindeközben ez a kör már talán ritékelhetetlen lesz, főleg így, ha Lincoln meg Liast is likvidálni tudja. Alistair pedig menekülni fog a VP-vel. Pénz rengeteg egyébként még FlyQuest oldalán, bár annyira rengeteg nem is, de így, hogyha ha Alistairnél kijön a VP, akkor még azért egy egész jó kis bankot tudnak megtartani a vásárlás után is talán, ugyanis Alistair tud dobálni, ha szeretne. Egyébként vásárolni is fogunk tudni a társai. Yeah. Itt pedig az NIP vezetőségének az öröme. Hát öröm túlságosan nem társul egyelőre, oké, nyertek egy költ, ennek örülnek, de hogy ennek az állásnak így nem lehet egyelőre örülni, ugyanis map hátrányban vannak, az is, én azt mondom, hogy viszonylag domináns pálya volt, tehát Ancient személyében, attól függetlenül, hogy a score egyébként, hát zárult ugyan, de nem eléggé, de ez a pálya is egyelőre nagyon úgy indult, hogy akár lehet ebből is egy domináns pálya, de ettől még nagyon-nagyon messze vagyunk, hogy a végét jelentjük, és végre ott van az a monok által adott lehetőség, amiről beszéltem már nagyon-nagyon sokat és nagyon-nagyon sokszor, amit ki is próbál használni. Az NIP láthatók egyébként a kontakt nélkül el tudták foglalni kis túlzással a teljes rampát, ugye egyetlen terület, ami még nincs meg, az a crane. Üstök miatt viszont végül, és a négyek miatt végül egy picit azért belassultak. És így ennek köszönhetően viszont egy három emberes R-setup állt fel a FlyQuest-nél, és ezt a rövid molotovot így kacspestileg büntetni kéne, legalábbis nem a molotovot, hanem egy killt szerezni ebből, de sikertelenül ment bele ebbe a próbálkozásba. Itt pedig második hullámos támadás, és Dexter Rovhapén is meg tudja járni a fiatal lengyellel a duelt. Úgyhogy még nem is volt kontaktja Dexternek, és már 24 HP-re került le, tehát most kellett neki. Insznek is közben beakad egy füstön keresztül. Na, Alex az, aki meg tudja szerezni a T-csapat első kijét. Ne felejtsük el, hogy Dexter nagyon lovos, illetve hát most micsoda? Mondjuk Alex is. Hogy lehetséges? Dexter most hal meg. Kettő kijét még lovosan tud szerezni, és 2-1 alakul ki. Hát Maxter, igaz, hogy headshotról van információja, Inns az, aki... Hát mondjuk, ha ellövi magát, hát de így már dupla pikkel nem. Mondjuk, ha beakadt volna headshotra az a fejes rögtön, így az első... Igen, próbálkozásból akkor talán még lett volna esélye csapattárs ellen, de végül is így hozták, úgyhogy hát az egykör, ez most csak egykör marad, nem indul meg a felzárkózás, ahogyan, bár ott is ugye 7-1 volt, úgyhogy lehet, hogy a NIP most ezt próbálja meg lemásolni, és volt nyilván butaság, de 6-1-nél az már ugye biztos, hogy a FlyQuest elveszíteni nem fogja a CT oldalát, sőt, hát ugye az anyagiak azok így, hogy mondjuk most rá kellett, hogy vásároljanak, igaz, hogy nyerték, de milyen érdekes, ugye játék, hogy hát nem sok pénz maradt azért, tehát egy vesztett kör, bár egyik vagy másik oldalon az egy ekót jelenthet. Igen? Érdekes egérpadja volt ott Kacperskinek. Ja, igen, most nézem. Aha. Úgy pont nem maradtunk róla, hogy ott az pontosan mit ábrázol, de azért ritkán látunk ilyet. Mint valami földrész lett volna, hát igen, földrész, térképnek tűnt, de hogy az magát... Mármint én arra lettem volna kíváncsi, hogy ténylegesen mit ábrázol, de... Amik vannak jelölve, meg ilyesmi. Ja. De viszont ez egyelőre elmarad. Ugyanakkor a kör az nem marad el. NIP oldalán is van vásárlás, Lincoln kezébe végre ott a távcsőes fegyver is. És utilitikből sincs feltétlen hiány támadó oldalon. Egy egész dry pig most. FlyQuest oldalán egy deepebb rampa foglalást készített elő Vexide, de ennek a halálnak köszönhetően ezt így már inkább a levesbe helyezheti el Dexter. Érkezett egy sárga aljafüst. Most már dupla ember előnybe pillanatok alatt, Rinkel dupla entry-ének köszönhetően az NIP. Na, erre kéne valamit építeni most. Hát... Mondjuk azért abban már nem biztosnak, hogy a többit is így falon füstön keresztül, mint azért ő megtette a magáért. De
de tény, hogy azért a dupla nyitó az nem rossz. És így ugye a CT oldalon nyilván nagyon nehéz védekezni, hiszen két szájt között ugye most három embernek kell valahogy osztoznia. És ott nagyon úgy néz ki, hogy mind az öten megindulnak majd szépen lassan rámpáról, át pedig tulajdonképpen ott hagyták. Még Alistairnek lehetne amúgy jó, de hát még ő is le kell, hogy tisztázza, illetve látja, hogy T-kezdőn nincs senki. Ő jöhet majd esetleg hátba, de addigra a bomba az le fog kerülni. Visszatartják rámpát, valószínűleg Rinkl fogja majd tartani, és amint lekerül a bomba, inkább, az egy rontott moló, inkább nem fogják megpróbálni. Ketten nagyon mozdulatlanul állnak tulajdonképpen a Teens, illetve Liaz B-site-on. És hát ahogy elnézem, hát Alistair sem fog nagyon rámenni, így van. Inkább ez egy mentés, hát 6-1-nél tulajdonképpen megtehetik, a pénzükre is azért ugye vigyázni kell, hiszen Dexter, hát talán nem fog kapni, még nehéz lesz majd azért, tehát itt mindenképpen kisebb fegyverek lesznek. De azért ezt a két emlégyet meg AK-t, AVP-t ki kell, hogy mentsék mindenképpen. Nagyon tetszik ez a biztonsági játék egyébként, amit a FlyQuest így képvisel, így CT oldalon, nem nagyon mennek rá, leszámítva azt az inszes klácsos momentet, az is igazából csak azért történt meg, mert ott sikerült insznek kettő ingyen fleget gyakorlatilag így behúzni, de azon kívül az ilyen fölösleges próbákban nem nagyon megy bele a FlyQuest, és ez tetszik egyébként ez a magabiztos játék. És ennek eredménye is van, ugyanis egyelőre, ahogy már ezt többször is megénekeltük itt a Pro League során, nagyon-nagyon szép tendenciát és javuló tendenciát mutat egyébként összességében a FlyQuest. Vásárlás jön a három kimentett fegyver mellé, bár abból 2 MP9, aminek azért ebben a formában nem biztos, hogy örül a FlyQuest, de ennek az entry-nek már annál inkább, ugyanis nem csak mit kontrollt és upgrade, fegyver upgrade-et éltek el, hanem egy nagyon-nagyon fontos területet és információt szereztek. Ráadásul ledőrre is figyelnie kell az MIP-nek, ugyanis bármelyik pillanatában a körnek ott teremhet mögöttük egy játékos. Igen, eddig ez egy meglepő mozdulat, vagy húzás volt a FlyQuest részéről, hiszen Rinklnél azért összességében már három szép kill tudott ellenni a VP-ről, hogy az előző kör két kijével egybe, de azért ez is terned, és ott van a távcsöves, szóval igen, ez a midagró, ez a korai, ez mondjuk meglepte szerintem az NLP játékosait. Na, és most végre látunk egy boostot is, hát pont nem fog onnan már érkezni senki rámpán, időközben már el tudtak sétálni, és nem fogja látni, Rinklnél ott van a következő kill, legalizál, és is elhullik, és jön közben Alex is. Úgyhogy hát itt szépen egyesével lehet, hogy nem ez lett volna most a legjobb megoldás, ráadásul Excite-nál ugye egy MP9. Itt ez az 1v3, ez tulajdonképpen még ez megpróbálhatja, mert mindenképpen ekózni fognak. És megvan a második köre is. Úgyhogy 6-1-nél, illetve 6-2-nél egy újabb kör tud az NIP fölírni a neve mellé, úgyhogy itt még akár egy ancient, egy déjà vu is lehet. Bár az még egy kört ugye kéne hoznia majd a FlyQuestnek, de hát ez valószínűleg nem ebben a körben lesz, én emlékszem, most nem lesznek jó pénzem. Nézzük is, így is van. Úgyhogy hát USB-kkel semmilyen utility nincsen. Megpróbálnak a ték is rámpát tékelni. Meg is van, ahogy mondtad te is. Beállnak Kacperszkék a füst meg, és szerintem ezt izomból be is fogják tolni. De egy ötös áztekbe fognak belefutni. Nem vagyok ebben biztos, hogy izomból be fogják ezt tolni, ugyanis bár nincsen most lurk, de előtte még itt szerintem elkezdik majd eltisztázni az engölöket. És így is van. Simán el tudom azt is képzelni, hogy valakit esetleg elküldenek lurkölgetni. És akkor letisztázzak mindezek előtt még egy másik rakó is, az a B-rakó, de most egy sima ajzik lesz majd, amire persze lehet itt fregének számát igazából, ugyanis triplát tud lőni. Rinkl sem hibázott. És ennek eredményeképpen probléma nélküli kört zár végül az NIP, ez pedig összességében a negyedik körük. Hát 7-5 még lehet, ami egyébként volt az előző pálya során is. És ezt szeretném most legalább elérni a FlyQuest, de igazából a 8-4 szerintem a legfőbb cél náluk, ugyanis most már érkezik teljes értékű vásárlás is. És
erre kéne szépen építeni majd. Liázz, már nagyon sokszor őt itt fehér mögül, és számítani kell erre az NIP-nek. Számítanak is, de így sem tudják kill nélkül leültetni őt. Egy van tőle, viszont dupla választ jön, mindeközben viszont Inz is megérkezik a rotációval. És ennek köszönhetően 3v3 alakul ki. Alistair már ott van egyébként a support flash-re felállva. Hogyha érkeznének a támadók, akkor legyen egy válasza is a FlyQuest-nek mindenre. Érkezik viszont egy boost Maxternek. A füstnek köszönhetően egyelőre még nem lát semmit, mindeközben viszont Kocsperskit elküldték Leather Room irányába, aki tartja majd a midagrót, ami egyébként mindeközben Alistair-től érkezhet majd, és beleszaladhat akár itt a Kocsperski letartásba, és bele is szaladott, így most már pedig emberelőnyben az NIP. Szükség volt az információra a FlyQuest-nek, de talán még így nem tudom, egy perc elteltével nem biztos, hogy ez lett volna a legjobb megoldás, de ők tudják, most már így még kevesebben vannak, és két emberes védelem. Inkább B-re figyelnek, hát azt teljesen elengedték, és hát nagyon úgy néz ki, hogy amúgy a bombával is jönnek majd szépen lassan. Lépcső felől, Inznek viszont megvan egy, úgyhogy egalizál, vissza kell mennie, de ott van a következő is. Nagyon kevés HP-je van, a 18, és megvan végül a kör. Na. És ott a pacsi. Egyébként reflektálva arra, amit mondtál, hogy ilyen egy perc környékén nem feltétlen érte volna meg. Ugye alapvetően Vertigón ez egy common move, hogyha elveszíted ugye a rampa kontrollt, vagy éppen a B kontrollt, és az ellenfél nem rakja rá egyből a bombát, hogy nem szaladnak be egyből, akkor nagy valószínűséggel valahol ugye érkezni fog egy lurk, és erre számított a FlyQuest is, ilyenkor pedig a legjobb válasz, illetve a megszokott válasz egyébként ezen a pályán a mid aggro. Általában ezt kettő emberre szokták végrehajtani legtöbbször, de az ember a lányoknak köszönhetően ezt nem tudta megcsinálni a FlyQuest, viszont az ember a lányok most az NIP oldalára megint landolnak, és megint egy 5v3, és most egyből beviszik B-re kóra a dupla entry-nek köszönhetően a bombát. Dexter pedig nem lassít, és duplázni is tud, Drinkelt, viszont ott a válasz. 3v2 ismét. Backside érkezik Electric mögül, és ott az a bizonyos lurk, amiről beszéltem mindeközben középen. Így ennek a körnek a vége pedig az NIP oldalára fog menni. 7-5-en zárult, tehát az első félidő megint a FlyQuest javára. Az első pályán nem sikerült végül az NIP-nak megfordítani a mérkőzést és lezárni. Kérdés, hogy itt Vertigón sikerülni fog-e, ez viszont a 2 perc múlva kiderül, addig is nem jöttek messzire. Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated, what is wrong, what is my problem, why can't I get out of this world that I created, fighting the storms in my head, don't know where I have been, I'm alone, no one to turn to, no one understands, shit's too complicated, away, and I feel like I am someone else, away, and I feel like I don't know. Keep on wasting life. I'm drowning my head, I'm losing my mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Unknown brain, Marvin Devine.
and we back. Can't nobody tell me nothing. Made it through the rain, the rain. I turned nothing into something. No more dealing with the assumptions. Cause I do what I gotta do and I know. Can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe if they took some time to pick my mind, they see that I'm cooler than lemons and iced tea. All I wanna do is live it up with the homies. Everybody really talking ass if they know me. But I guess I gotta face it. I'm so tired of being faceless. I don't wanna keep on wasting life. Yeah. I'm drowning in my head, I'm losing the mind. And if you could know, yeah, if I could show you. I don't wanna keep on living this life so faceless. És itt is vagyunk a rövid szünetet követően, ugyanaz a fordulás, ugyanaz az arány, mint ugye én söntem. Volt 7-5, és ahogy a Lito mondta, akkor nem sikerült végül is az NIP-nak megfordítani. Már felzárkózás még megvolt, ugye 7-7 is volt már azon a pályán. Tegyük hozzá, hogy ez most ugye a saját pályaválasztásuk, tehát elvileg azért CT oldalom, mondjuk azt, hogy erősebbnek kéne lenni, bár ugye itt már hallottunk olyanokat is, hogy ez a spawn módosításoknak köszönhetően inkább kedvez ugye a T oldalnak. Nem tudom, hogy most végigsétál mindenki, vagy csak én nem hallok játék hangot, de remélem. Végigsétálnak, igen, végigsétálnak. Ah, most már hallom a környezeti hangokat, meg a kést. Hát a kést. Nem, szerintem nem volt, mert nem hallottam a környezeti zajokat. Na mindegy, ez most már lényegtelen. Azért nagyon-nagyon jól megkomponált kör fog érkezni majd ide B-re. Érkeznek is a füstök, érkezik a Boost Vexite-tól. Na nézzük, hogy Ince-re számítanak-e, popolnak be B-re. Egyelőre még nem volt kontakt, és Blue Phoenix megkezdi a kört. Van ember előnybe ezáltal az NIP, de bomba le fog kerülni. Blue Phoenix még dupla tud lönni, Dexterik azonnal triplával válaszolnak, és Vexite végül érkezik. Még egy killel 1v2-ben pillanatok alatt ember előnybe kerül a FlyQuest, és a B-rakó a kezük alatt van most már. Viszont Alexnek van egy játékosról fix infója, ugyanis dupli környékén aldézgatnak a játékosok, és mivel beesett alapra a bomba, így még ezt föl kell venni majd Dexternek, most kerül a bomba, és most kéne előrébb mozognia. Igazából Dexternek, Alexnek bocsánat, ezt meg is teszi. És mindeközben viszont le is bukott itt Electric környékén. Dupla picknek mindenképpen érkeznie kéne itt most a FlyQuest-től. És valószínűleg arra is játszanak, hogy amint kontaktol egyik játékossal, Alex azonnal píked. Dexter alap mögül lebukott mind a két játékos, de az idő egyre jobban húzza a spanyolt. És ráadásul mindeközben már egy nagyon jó crossfire alakult ki. Dexter végül szép fejesen meg is oldja ezt a kört. Megint! Ember előnyből és helyzet előnyből bukott kört az NIP. Új, már kicsit szédültem itt a sok áldézgatástól, de végül is meglett a meglett a FlyQuest-nek a következő kör, és hát ha eddig ugye arról beszéltünk, hogy szinte mindenre azonos, legalábbis az eredmény tekintetében Ancient-től megegyezik ez a map, hát most itt akkor eltérünk ettől, hiszen a pisztoly kört ugye a FlyQuest nyeri meg, 8-5-re vezetnek, lehet, hogy ez jelenti majd az NIP-nek az esélyt arra, hogy megnyerjék ezt a pályát, és nem ugyanazon az úton haladnak végig, mint az előző pályán. És hát az NIP ugye most a fegyverekkel, a pisztolyokkal fölállva, szépen lassan minden elkezdik kipusolni, érkeznek ledőrből. De kicsit angos volt. Az angos volt, nem is kicsit, hanem nagyon. Kérdés, hogy Maxter-e számítanak-e? Hát, látta Rinkölt, nem? Rinkölt látta, megvan ő is. Aha. Ó, nagyon szép. Vexite itt elintézi a farmolgatásos lehetőséget. Igazából Vexite-nak ugyanígy kezdődött az előző pályán is, pisztolykörbe is bedurvult, utána pedig igazából lefarmolta az Echo-t, és alapvetően is jól játszott egyébként egész pályán, úgy itt, mint az előző pályán is. De ez elmondható szerintem az egész FlyQuest-ről egyelőre a mai napon, ugyanis tényleg imponáló játékot képviselnek ezen a pályán is. Érkezik, talán Lister dobta ezt a Baylor füstet, ami nem is, de Baylor füst lesz. Végül is, és ezzel szeretnének egy kis területet nyerni a FlyQuest-esek. Érdekezben viszont Vexite csapja az ajt, illetve kap egy kis sebzést Árampa irányába. Érkezik egy P füst a CT-től is, de ez annyira nem fogja most zavarni szerintem a FlyQuest-et annak érdekében, hogy ott a boostok megtörténjenek és a területet feltétlenül megnyerjék. De egyelőre még ők is inkább kivárnak. Rampan volt egy heavy peak NIP-tól mindeközben, de egyelőre ez nem nyert, és nem hozta meg a várt eredményt.
Mindeközben viszont a FlyQuest is inkább visszavonul B irányából. Hát alapvetően igen, lent voltak igazából. Kicsit B előtt, kicsit rámpa alján, és... hát és 54 másodperc van még az órán, Li az... vagy Moli, az betalált rinkről, nek menekülnie kéne, menekül is. Várt volna esetleg valakit rámpa alján. És nézd meg, 4A-val kezdtek, ugye talán, ha jól emlékszem, talán Maxter volt, aki egyedül volt ugye B-szájton. Most átforogtak közben már 3-an is, ugye ez egy mid-heaven tartó. És végül is úgy néz ki, hogy ezt a B-t próbálják meg, ahol többen vannak, de ez nem számít. Ész az, aki Blue Phoenix-et leülteti, erre még tudnak válaszolni, de hát túl sok esélye nem volt Maxternek, ott az egy egykilles pozíció. Ketten is amúgy lobosok a T-nél, még Rinkelnél fél HP, de hát mondjuk az AWP-nél ez annyira nem számít, a bomba... Hú, árnyék az bukott, sőt, Gyeriszter még szép itt 2v2, de kevés HP-juk van. És ha ez meg lett volna, akkor meg lett volna esély. Hát így most fekszájtnak kapaszkodni a kell, és Ajaj. Nem tudja végigszedni, viszont a rakón közben Alex is így időt veszített, de info megvolt, és tökéletesen reagált a spanyol játékos. Pedig egy pillanatra elhittem, hogy ezt is visszaforgatja ott a lörkel együtt a FlyQuest. Sikertelen volt ez a próbálkozás most. Ennek ellenére a bomba plant megvolt, így a pénzbeli problémák nem lépnek színhelyre most. Bár kérdés, hogy mennyire akarja majd a teljes értékű vásárlást abszolválni, mert azért annyira sok pénze nem lesz egyébként a FlyQuestnek erre a körre. Így lehet, hogy egy erősebb halvájt láthatunk majd is. Rinkon, ez nem fárasztó egy kicsikét így ordibálni? Tehát, hogy így... Lehet jobban kifáraszt az ordibálás, mint a mérkőzés egyelőre. De ameddig ő jól érzi magát, addig ez így rendjén van. És már pedig jól érzi magát, mert jó mérkőzésen van egy eléggé nehezen AWP-szető pályán. Mindeközben viszont egy-egyes trade-it rampa, illetve mid irányába. Ez viszont egyelőre a FlyQuestnek talán jobb. Igen, támadó oldalnak ugye mindig jobb az, hogyha azonos létszámnál vannak, és már mondjuk hullottak el emberek. Ugye Maxter, ahogy látjuk, sőt ketten, most ketten azért igen, itt lehetőségük van, ugye az előző még a fordulást vagy előtt ugye láthattuk azt, hogy miért próbálkozott talán, hát most tudom, melyik játékos volt az, aki ugye egyedül, de ott ugye kevesebben voltak már itt, most ebben kettesével mozognak a CT-k, és tisztázzák le midet. Úgy néz ki, hogy Blue Phoenix vissza is zár, inkább jön föl Heaven felé. Talán számítanak már erre a az átámadásra, érkeznek föl rámpán. Hallották, hogy Rinkl ott volt, amúgy sorton a Liaznak megvan következő kill, sőt beakad a második is. 4v2, ki vannak füstölve a CT, ajaj, Maxter viszont még, erre most már számítanak. Együtt kell. Hát így azonban ez még necces, Blue Phoenix, és két feles játékosra fog majd farkas szemet nézni. Vagy nem fog farkas szemet nézni, mert a legjobb fordul el. Ez is egy opció. És most ebből nem jött ki túl jól az NIP, ugyanis elbuktak még egy kört. És így igazából még egy kör közelebb került a FlyQuest a végső győzelemhez. Megint egy szépen végrehajtott kör egyébként a FlyQuest, nagyon-nagyon szépen is és megkomponáltan vannak összerakva ezek a körök. Abszolút imponáló az, hogy ezen a túrigen is játszik egyébként a FlyQuest, nem csak az IF Chang-on játszottak jól, ugyanis itt is jól megy nekik a játék, Blue Phoenix végül el is hullik, de ugyanakkor teljes mértékű Echo most CT oldalon, tehát hogy ebben a körben nem sok terv jött az NIP oldaláról, inkább csak az, hogy minél több fegyvert legyenek el, de hát Instinct ezt nem engedik, nulla az a szám, amit sikerült elérni így elvett fegyverek szempontjából, viszont érkezik megint a fegyveres kör, és ez most egy óriási vízválasztó kör. Ennek értelmében pont most akartam mondani egyébként, hogy jönnie kéne az időkérésnek, és ha már én ezt elgondoltam, akkor Exist is azt gondolja, hogy jönnie kell az időkérésnek, és érkezik is. Na, akkor én meg azt gondolom, hogy a FlyQuest behúzza a maradék kettő kört. Na jó, nem. Egyelőre nagyon úgy néz ki amúgy, hogy ugye ezen a oldalon sem tudnak fogást találni a Ninjas in Pyjamasok az ellenfélen. Talán az időkérés majd valamit fog segíteni, de ne felejtsük el, hogy 5 kör hátrányban vannak.
ugye mennyi volt, 7-7-ig jöttek fel én, és mondtad, itt most még az a 7 kör sincs meg a saját pálya választására népnek, NIP-nak, úgyhogy hát ez így elég szomorú, és tulajdonképpen ezzel azt a hát menetelést, vagy bravúr sorozatot, amit itt a Last Chance Stage-en követtek igazából, ezzel ezt dobják talán egy kicsit így félre, vagy kukába, de nyilván nem szándékosan. De valami most nem működik náluk, nagyon kell nekik most ez a kör. Úgyhogy Kaspersky már feles, 52 HP van, úgyhogy még enemit nem látott, sőt, hát szerintem oda még egyszer-kétszer jó megtúrják. Akkor talán még lovozódik is, vagy el is fog hullani. Nagyon kell vigyázni az NIP-nak erre a körre, hiszen ha ez bukta lesz, akkor viszont Rinkelnél ott van a nyitó. Úgyhogy egy lépést azért tesznek, hát Kaspersky végül elhullik, neki ugye fél HP-ja volt, és tudnak Alisternek, vagy Rinkelnek, bocsánat, a pozíciójáról, úgyhogy néz ki, hogy nem is nagyon próbálkozik tovább, talán Vexite-ot még itt hagyják egy kicsit lörkölni. Alex viszont ezt akár le is kapcsolhatná, hogy egy kicsit túlvállalná magát, de egyelőre ezt nem teszi meg, ugyanis nem abban a helyzetben áll az NIP, amiben ezt be lehetne vállalni. És amint elveszítették az embert, tudta jól az NIP, hogy valahol területet kell nyerni, ennek értelmében jön az a bizonyos dupla midagló, amiről néhány körrel ezelőtt már beszéltem, mindeközben viszont jönne befele bére az execute, de Vexite lesz kapva közben árakóról. Rinkel szerzi meg a killt, jaj, teljesen van mindig a szervelen, és így viszont Ince vakult ki gyorsabban, ennek köszönhetően mentett neki a kill, és ebben nem csak egy lesz, hanem kettő, Maxter is elhullik, és még Rinkelt is le tudja kapcsolni, Alex egyedül, ő is le lesz kapcsolva, 12-6, egy körre a FlyQuest attól, hogy lezárja ezt a BO3-as szériát. Négyen rotáltak át, sőt, még úgy, hogy az egyetlen lörköt is, aki Insight-on lörkölt, el tudta lőni a VP-vel, talán majd látni is fog, nem erről kapunk majd ismétlést. Hát viszont ilyen unlucky szituációk is kellettek ahhoz, hogy ez a kör most a FlyQuest-nek legyen meg. Mondjuk azért utána Ince-nek volt még két szép, nagyon szép kívje, ezt tegyük hozzá, de talán... Igen. Na jó, azért tegyük hozzá, hogy itt most a füstön keresztül, na, ők voltak pontosabbak. Fú, viszont Maxter. Lehet, hogy Dezik kellettek volna pontosabb. Ide. És hát 12-6-nál rá kell venni 4-3 FAMAS, egy MP9 Dezi, ami már elsült. Tehát az előzőkör is így indult, 54-jel, aztán láttuk, hogy mi lett, úgyhogy nem egyszerű, nincs egyszerű dolga az NIP-nak most. Abszolút nem, és egyelőre ennek köszönhetően azért még mindig egy szorult helyzetbe kerülhetnek, főleg ha elveszítik ezt a rampa kontrollt, és ennek tudatában szeretnék is megtartani ezt. És egy 4 emberes setup jön ki. Mindeközben árakó irányába, ezt már többször csinálta az NIP, akkor nem jött be, és most sem úgy néz ki, mint hogyha bejönne, mert mindeközben bére támadna befele az NIP. Bocsánat, a FlyQuest viszont az NIP megszerezte a killt Rinkel által. De árakó irányába, hogy most már tudják teljes mértékben, hogy ez egy bére támadás lesz. Ince is elhullik, Ince is reggel mindeközben, bocsánat. És Alistair sem hibázik, hát 3v3, de nagyon-nagyon szorult helyzetben így az NIP. Kit sincs, fegyverek is, csak FAMAS, illetve Dezi, azért ez nem lesz egy egyszerű vitték, főleg a ilyen crossfire setupban. Tökéletes a setup megint. FlyQuest oldalára dupla pick ismét, és le is lesz ültetve Alex is. Itt tehát megnyeri ezt a mérkőzést a FlyQuest egy nagyon szép és domináns játékkal. Hát gyors 2-0. Én talán, ha jól emlékszem, a FlyQuest-et kiáltottam ki esélyesnek még a mérkőzés elején, de azért ennyire sima 2-0-ra nem gondoltam volna, főleg elnézve azt, ahogyan az NIP itt a Last Chance Bracketben teljesített, abszolút megérdemelten nyertek amúgy a FlyQuest játékosai, és megérdemelten lesznek ott ugye negyedikként kiútva ebből a csoportból, és hát igen, az NIP-tól búcsúzhatunk, de azért tegyük azt hozzá, hogy elnézve a korábbi, még ugye az újjáalakulás előtti formát, én azt gondolom, hogy biztató jeleket mutattak arra, nem csak ezen a meccsen belül, hanem úgy összességében a Pro League-en. Hát talán, hogyha az első két meccsüket nem rontják el annyira, vagy hát nyilván azért nem is egyszerű csapatokkal kerültek össze, hiszen egy kirőjükkel testek, ugye, és utána pedig a Ponta Pera verte meg őket, akkor talán, vagy ha mondjuk Ponta Pera ellen tudtak volna esetleg menetelni még az alsó ágon, akkor lehet, hogy itt egy szebb eredmény is születhetett volna, mármint az ő szempontjukból.